üdvözlök én is mindenkit. Köszönöm szépen a felvezetést, erre nagyon szuperül rá fogok tudni csatlakozni itt a... Tessék? Ja, szuperül rá fogok tudni csatlakozni itt a specifikusabb megoldásainkkal. Én Nagy Norbert vagyok, a Medis Consultingnak az üzletfejlesztési menedzsere, és a mai napra egy igen érdekes és aktuális témát hoztam, mégpedig az intelligens IT megoldásokat az energetikában, nyilván a megújuló energiáknak a kihívásaira fókuszálva. De mielőtt belevágnánk a témába, engedjék meg, hogy egy pár mondatba bemutassam a cégünket, illetve a saját magamat is. Igen, az én vagyok. A Medis Consulting lényegében egy technológiai innovációs partner, ahol a partnereinknek segítünk a digitális átalakulásukban, oly módon, hogy egyedi szoftveres és adatvezérelt megoldásokat nyújtunk nekik. Amit fontos megegyezni még, hogy van németországi képviseletünk Berlinben és Dresdában, így képesek vagyunk a nearshore és az on-site modellekben is együttműködni a partnereinkkel. Ebből következik, hogy az ügyfeleknek a nagy része ugye az a hazai és a német-svájci osztrák régióból kerül ki. A szakterületeink, amelyekben projekteken dolgozunk, az energetika, természetesen bank, biztosítás, egészségügy, logisztika és gyártás. Én rólam azt kell tudni, hogy én alapvetően villamosmérnök végzettséggel rendelkezem, azon belül is energetikai szakirányjal, úgyhogy én korábban már vettem részt energetikai projekteken, projektmenedzser minősítésben. Na, és akkor most rá tudunk térni a témánkra. Én is, hogy egy picit izgalmasabbá tegyem, hoztam egy érdekes grafikont. Ez a grafikon a háztartási méretű napelemes kísérőműveknek a darabszámát és a beépített teljesítményét mutatja 2012 és 2022 között. Azért amúgy pont a napelemeket emeltem ki, mert hát nyilván Magyarországon a lakossági körben ez a legelterjedtebb, illetve ekkörül vannak ugye most a legérdekesebb aktualitások. Kicsikét nézzük meg, hogy miből is áll össze ez az ábra. Ugye a narancssárga oszlopokon lehet látni az összes beépített kapacitást, a zölden a lakossági beépített kapacitást. Ugye a kettő között az a különbség, hogy vannak olyan háztartási méretű kiserőművek, amelyek nem ugye lakossági környezetben lettek beépítve, de 50 kV-ampere alatti teljesítményűek. Illetve a zöld kis nézetekben lehet látni a darabszámokat. De ami igazán érdekes, az az, hogy 2012-ben összvisz 13 megawattnyi összbeépített kapacitásról beszélhettünk, míg most 1492-ről, illetve 2022-ben, ez nyilván mostanra már valamivel több. Ez miért érdekes? Ez annak tekintetében érdekes, hogy Paksnak a négy blokja összesen 2000 megawattnyi beépített kapacitással rendelkezik, ami ennek tekintetében egy jelentős szám. De mit vált ki belőlünk igazából ez az információ? Ez pozitív, nem? Haladunk a karbonsemlegesség felé. Van-e ezzel egyáltalán probléma? Hol jelentkeznek a nehézségek? A nehézség ugye az ott jelentkezik, amikor például egy gyönyörű szép napsütéses nyári nap, ez a sok napelemes rendszer egyszerre betáplál a villamos hálózatra, ugyanis ilyenkor hálózati instabilitást okoz ez a hálózatban. Határérték sértések jellemzően először a feszültségben jelennek meg. Ez azt jelenti, hogy lehetnek olyan kis feszültségű transformátorkörök, ahol helyenként akár 250-270 voltot is mérhetünk a 230 helyett. Ilyenkor különben az történik általában, hogy az inverterek azok letiltanak és nem engednek több villamos energiát visszatáplálni a hálózatba. Többek között ennek eredményeképpen 2022 végén ugye stoppot hirdettek az újabb csatlakozási igények körében, tehát 2022 után én már nem tudtam volna mondjuk olyan napelemes rendszert telepíteni, ami visszatáplál a hálózatra. Ugye ez egy jól definiálható problémakör, ugye ez a hálózati stabilitás. Erre megoldást kell találni. A megoldás ez valószínűleg két irányból fog érkezni. Egyrésztről ugye az előregedő hálózati infrastruktúrának a bővítésében, megújításában, másrésztről pedig ugye a hálózatmenedzsmentnek a hatékonyságának a növelésében intelligens IT megoldásokkal. És akkor itt érkezünk el igazából a címben felvetett témához.
De mielőtt tovább mennénk, kicsikét definiáljuk, hogy mi is igazából az a hálózatmenedzsment. Ugye a hálózatmenedzsment alatt értünk olyan minden folyamatot, tevékenységet a villamos energetikában, ami hozzájárul a villamos hálózatnak a működtetéséhez és irányításához. Ide tartozik például a hálózatfelügyelet, a teljesítményvezérlés, a kapacitáskezelés, a forrásoknak az integrálása, vagy a vészkezelés is. És akkor nézzük meg, hogy a hálózatmenedzsmentnek milyen fejlesztési irányai vannak. Ezek nyilván csak lehetőségek, ez nem az összes, csak a teljesség igénye nélkül kiragadva pár. Ugye a Big Data technológiának köszönhetően manapság a nagy mennyiségű adatoknak a tárolása, feldolgozása, kiértékelése már egy megugorható feladat, és ezek az adatok érkezhetnek ugye most már IoT okos eszközökből. Ilyen IoT eszköz lehet például egy szenzor, ami rá van csatlakoztatva a hálózatra, és a villamosságban különböző paramétereket mér. Egy prediktív analitikai technológiával pedig olyan anomáliákat, összefüggéseket tudunk azonosítani, amelyek elvezetnek minket a prediktív karbantartási lehetőséghez. A prediktív karbantartásról sokat nyilván nem kell mondani, ez egy szuper dolog, hiszen egy villamosberendezésnek az időben történő kicserélése az sokkal költséghatékonyabb, mint mondjuk egy esetleges áramkimaradásnak a helyreállítása. De ha predikció, hol tudunk még predikciót alkalmazni? Például ugye a mérlegköröknek óriási kihívás jelent az, hogy a időjárás függő, megújuló energiaforrás hasznosító rendszereknek a termelését másnapra nagyon nehéz megbecsülni. Miért? Hiszen időjárás függő. Viszont, hogyha rendelkezésre áll egy olyan modell, amellyel elég pontosan meg tudjuk határozni ezt az energiát, amit másnap termelni fogunk ezekkel a rendszerekkel, akkor nyilván az energialekötés is sokkal egyszerűbb lesz. Vagy tovább görgetve ezt a gondolatot, ugye ott van a nagyon fejlődő ágazat, a digitális iker, ami jelen esetben ugye a villamos hálózatnak a digitális másolatát jelenteni. Ugye itt minden a központosításról szól, hogy a valós idejű adatokkal ugye a hálózatmenedzsmentet, a hálózatfelügyeletet minél magasabb szintre tudjuk vinni. Erről különben még kicsit később beszélni fogok. Eddig ugyan nagyon szolgáltatói oldal specifikus volt az előadás, de érdemes megjegyezni, hogy a fogyasztói oldalon is vannak bőven olyan okos megoldások, amelyekkel például lehet optimálni az energiafogyasztást. Itt azért a fogyasztókat két külön csoportba kell sorolni természetesen. Vannak a lakossági méretű fogyasztók, illetve a nagyipari fogyasztók. Mind a kettő esetében ugye különbözőek a célok egy picikét. A lakossági körben ugye a fő motiváció az a mi hamarabbi megtérülés, amellett, hogy én nem szeretnék változtatni a fogyasztói szokásaimon. Mit is jelent ez? Hogyha én felteszek a tetőmre egy napelemes rendszert, akkor nyilván azt szeretném, hogy az minél hamarabb visszahozza az árát, viszont én nem szeretnék délután 1 és 2 között csak azért otthon maradni, mert éppen akkor termel a legtöbbet a napelemem, és akkor kell bekapcsolgatnom a hőszivattyút, vagy a medencefűtést, vagy bármit. Meg kell jegyezni, hogy ezen a területen nagyon szép megoldások léteznek már. Tehát ugye az okos mérőóráknak a segítségével már az automatizáció is megoldott, tehát az okos otthon rendszereket már lehet integrálni nagyon szépen, és akkor ezzel megvan oldva ugye ez a fajta probléma. Illetve láttam már olyan megoldást is, amiben bekerült a prediktív modul, tehát olyan alkalmazást, és ott nagyon szépen lehet látni ugye a termelési és a fogyasztási görbéknek az alakulását. Az ipari oldalon pedig vannak olyan ágazatok, ahol nagyon jól lehet optimálni, időzíteni a fogyasztást a termeléshez, hogyha nyilván annak az iparágnak van egy napelemfarmja. Ilyen például a mélyhűtött termékekkel foglalkozó iparág, hiszen a hűtők, mint olyanok, azok lusta jószágok, azokat elegendő temperálni általában, annak meg nincsen nagy áramigénye. És az olyan folyamatokat, amelyeknek viszont van, azokat pedig a csúcsidőszakra nagyon szépen be lehet illeszteni.
Rendben. Most ugye eddig eléggé általánosságban beszéltem a lehetséges megoldásokról, és még egyszer ezek a teljesség igénye nélkül, 15 perc azig elég kevés erre, hogy ezt átbeszéljük részletesen. De egy picit szeretném bemutatni a mi megoldásunkat a MADIS-nál. Jó, bal oldal találhatóak az úgynevezett klasszikus megoldások, amelyek mondjuk már a szolgáltatói oldalon, tehát például a DSO-knál már egy bevett technológia vagy megoldás. Jobb oldal pedig a korszerű megoldásokat, azaz az olyan trendeket, amik mögé mi is beálltunk, és van megoldásunk. Nézzünk egy ilyet. Napelem farmok villamos energia termelésének statisztikai alapú előrejelzése. Ez szükségszerűen már egy létező dolog, hogyha bárki felmegy a Mavirnak a honlapjára, akkor ott már meg lehet találni ilyen becsléseket, tehát becslést és tényadatokat. Ezt csak azért hoztam, hogy megmutassam, hogy ez már egy létező dolog. Viszont mi a probléma ezekkel a becslésekkel? Hát problémának nem nevezném, igazából az időbeni és a területi felbontásukat még bőven lehet pontosítani. De hogyan lehetne igazából még ezeket a becsléseket pontosítani? Például úgy, hogy a gépi látást, illetve az IoT eszközöket a modellnek a részévé lehet tenni. Ugye erről már beszéltem, hogy IoT eszközök, az értjük például azokat a szenzorokat, amelyek a hálózatra csatlakoznak és bizonyos villamos paramétereket figyelnek. A gépi látásnál például ott vannak az égképkamerák, amelyekkel a felhő átvonulásokat is tudjuk elemezni és figyelni. És ezeknek az adatoknak az összességével plusz a vásárolt időjárási adatokkal és egy gépi tanulásra lesz megtámogatva, tényleg igazán precíz, pontos becslést tudunk adni a villamos energia termelésre. Illetve, nem is beszélve arról ugye, hogy a jól skálázható felhő alapú IoT Big Data platformok olyan közel valós idejű funkciókat állítanak ugye a szolgálatunkba, amiről amúgy már volt szó korábban, de azért felsorolásszerűen ugye a hálózatfelügyeletet lehet javítani, a prediktív karbantartást, illetve a digitális sikernek a lehetőségét teremtik meg. Még egy gondolatot szeretnék elmondani, azt hiszem, igen, még egy gondolat, hogy már részt vettünk pár ilyen projektben ezen a területen, és láttunk nagyon sok jó sikersztorit, láttuk a buktatókat, és hogyha bárkit amúgy érdekelnek ezek a történetek részletesebben, akkor én is, illetve a kollégáim is itt vagyunk a mai nap folyamán a konferencián, hogy egy kávé mellett bárkivel ezt nagyon szívesen megbeszéljük. És én az időm végéhez értem, úgyhogy szeretném megköszönni a megtisztelő figyelmet, és átadom a szót a következő előadónak.